jó pofa ez a dolog, csináljuk. Van itt nekünk ez a gyönyörű szép oszlopunk, ami hát minden látszat ellenére se nem gyönyörű, se nem mutatja a pontos időt, de legalább jó sok pénzbe került. Ezt a hölgy hozta, és szerintem ez egy gyönyörű szép darab. Azt nem tudom, hogy... Tényleg, ezt tényleg rakjuk ki? De, persze, ez nem működik ez az óra. Azért hoztam el ezt az órát, mert én ide jártam randevúzni valamikor a Moszkva térre, és az nekem nagyon fontos, hogy pontos időt mutasson mindig az óra. Minek örülne jobban, hogyha elkezdene működni, vagy hogyha ilyen kis vekkerek mutatnák itt az időt? Jó lenne, ha első ötlet igazán nem én voltam, tehát mint tudjuk, kikerült előttünk is egy óra. Azzal még kiegyeztünk, hogy nem működik, mert ugye az idő relatív. Tehát hogyha a BKV-nek egy alternatív időértelmezése valami racionális tudományos alapokon nyugszik, azért tető lenne. De miután kikapcsolták az órát, egyértelmű volt, hogy ők az időt, mint magát kérdőjezik meg. Hát ez mégiscsak azért egy áltudományos paradigma lenne. Mikor állítsd az ébresztőt? Ja, és pontosan van beállítva, elemet is hoztam hozzá. Helyes, a felcsúti időhöz van állítva? Nem. Az egyiket moszkvai időre állítsátok be, légy, mindjárt megnézem, hogy mikor van. Én hoztam ide ki, ezen nincs rajta az óra, mert ez pontosan azt mutatja, amit most az ott fönn. Lehet, hogy celluxozni kéne inkább körbe, vagy? Az a lényeg, hogy minden. Ki is esett belőle, te. Majdnem olyan lesz, hogy abból megkerültem volna, hogyha a adófizető pénzét úgy költik el, hogy abból működő dolgok épülnek. De amennyiben nem sikerült, akkor ebből lehető legtöbbet próbáljuk kihozni. Gyerekkorom óta itt lakom a kerületben, úgyhogy én ezt a teret, ezt... hogy mondjam, hát itthon vagyok. Kérdés az, hogy ez garázdasága vagy sem. Eddig senkit nem álltattak elő, tehát hogy most... Majd most mondom. Ez a fő oldal, szerintem ez... Jó. Hát megnézem, hogy hogyan. Jó. Magyarországon nem lehet túlélni humorérzék nélkül, tehát hogyha mindig csak mondjuk petíciókat írnánk, vagy jeleznénk a BKV-nek, nem működik, amiről úgyis tudnak, szerintem az embert egy időm ezt felemésztenét. Minek örülne jobban, hogyha működne ez az óra, vagy pedig, hogyha ilyen közösségi óramutatás lenne? Közösségi óramutatásnak sokkal jobban örülnék, mert ez az óra, ez nem közösségi óra. Jó van, figyelj, nyomasson, persze. Azt szeretnénk, hogyha ez egy közösségi installáció lenne, amennyiben nem javítják meg az órát, ami valószínűleg egy darabig így lesz, akkor ez egy közösségi hely lesz. Budapest mindig is erős volt abban, hogy kreatívan oldja meg a problémáit. Ezt még szoknom kell, azt hiszem. De most nem tudom, mennyi időm van rá.